Szervusz, Laura! Most kezdődik az ökumenikus kenyéráldás. Mi minden történt 7 óra előtt Palicson? Szervusz, Krisztina! Köszöntöm a nézőket! Néhány percen belül kezdődik meg Palicson a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi rendezvénye, amely a szokásokhoz hűen az ökumenikus kenyéráldással kezdődik. A kenyéráldáson a történelmi egyházak képviselői vesznek részt, ezt követően következnek az ünnepi beszédek. Köszöntőt mond Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter helyettese, valamint Pásztor István, a VMS elnöke. Ugyanakkor, mint minden évben, idén is már a délutáni órákban megkezdődött a Szent István napi ünnepség. Délután 5 órától Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban tartottak ünnepi szentmisét. Most tekintsük meg az erről készült összefoglalónkat. A Szent Terész Székesegyházban megtartott ünnepi szentmisét dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrálta. A misére Szabadkáról és a környező településekről is érkeztek hívők. Ez az ünnep az én számomra már évek óta nagyon sokat jelent. Elsősorban ugye ez az ünnepünk jelképe. Arról van szó, hogy igaz, hogy 18-a van és a 20-a az igazi. Amellett, hogy itt ünnepelünk, Vajdaság minden tájáról. Sok ismerős van itt, sok ünneplő. Nagy öröm, tisztelet, hogy lehettek ennyi nép közt, meg egy ilyen szép szentmisét végig hallgatni. Nagyon nagy örömömre szolgál, és nagyon szeretem ezt az ünnepet igazán. Ez a magyaroknak az a legnagyobb ünnepe. És én is magyarnak érzem magam, meg az egész család, és akkor hát így nagyon szeretek eljönni a szentmisére. A szentmisén egyházi méltóságok, politikusok és közéleti személyiségek is részt vettek. Dr. Márfi Gyula, az államalapító Szent Istvánról a következőket mondta. Szent István főműve az volt, hogy hazánkat a keresztény Európa részévé tette. És megtanította a népét arra, hogy valahol otthon kell lennünk ebben a világban. Az ünnepi szentmise után a hívők csoportja Palicsra ment a hagyományos ökumenikus kenyérszentelésre, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség szervez. Vajdaság minden pontjáról érkeztek az ünneplők Szabadkára, majd Palicsra. Nagyon sokan szervezett buszokkal jöttek a központi ünnepségre. A hivatalos programokat, tehát a kenyéráldást és a beszédeket követően az Eridánusz együttes szórakoztatja majd az egybegyülteket itt a Palicsi tó partján. Így a központi ünnepség népünnepéllyel zárul. Stúdió.